lezárta második északtengeri akvizícióját, a részvénypiacon jó a hangulat, a forint viszont hirtelen esni kezdett. Ez a Privátbankár híradója december 22-én. Köszöntöm Önöket, én Füstös Móni vagyok, és mondom a részleteket. A forint hirtelen gyengülni kezdett hétfőn reggel a tőzsdék nyitásával egy időben. A hétvégén még 315 forinton állt az euró, most azonban már 316 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, egy svájci frankért pedig 263 forint 20 fillért. A MOL lezárt a második északtengeri akvizícióját, megvették a Premier Oil UK Limited 6 kutatási termelési licencben meglévő részesedését. A megvásárolt portfólió magában foglalja a Scott nevű mező 22%-os, a Rochelle 15%-os és a Telford 1,5%-os nem operált részesedését, és kiterjedt további kutatási licenszekre is. Ilyen például a Rochelle mező alatt elhelyezkedő felsőjora mély szintű lelőhelye. A MOL részvények ebben a pillanatban 3,1%-os pluszban vannak, de a többi blue chip is pluszban van, jó a hangulat a tőzsdén, a Richter 1,1%-osban, a Magyar Telekom 3,1%-osban, míg az OTP 1%-os pluszban van. Móró Tamás, a Concord értékpapír ZRT vezető elemzője szerint az olajár emelkedése kedvező hatással van az orosz piacra, és ezáltal várhatóan az OTP és a Richter részvényeire is, amik egész nap erősödni fognak. Pénteken az európai kereskedés vége után az Egyesült Államokban, majd hétfőn az Ázsiában is többnyire növekedtek a részvényárfolyamok, és az az európai piacra is kedvezően hathat. Stan Samu, az IG elemzője szerint ma kis ingadozásokra lehet számítani az árfolyamoknál, az olaj nemzetközi árának emelkedése hétfőn segítheti az energetikai vállalatokat. Az elemző szerint a hét további részében a görög elnökválasztás is ismét nagyobb figyelmet kaphat. Ha nem sikerül elnököt választani, az gyengítheti az euró árfolyamát a dollárral szemben. Ma egyébként kevés piacmozgató makrogazdasági adat várható, csak az Európai Bizottság előzetes novemberi fogyasztói bizalmi indexe és az amerikai használt lakás eladások novemberi forgalma várható, mindkettő délután jelenik meg. Ma reggel a KSH közölte, hogy idén októberig több gyermek született, és kevesebben haltak meg, mint tavaly. Az első 10 hónapban 76 ezer gyermek született, és 103 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy fogy a lakosság, de már lassabban, mint egy évvel korábban. A Nemzetgazdasági Minisztérium ma délután fogja közölni az Államháztartás Központi Alrendszerének novemberi végleges adatait. Az NGM előzetes adatai szerint az Államháztartás Központi Alrendszerének pénzforgalmi többlete 95,9 milliárd forint volt az idén novemberben, így a hónap végére a hiány 713,7 milliárd forintra, az éves előirányzat pedig 72,5%-ra mérséklődött. Élő híradóval legközelebb egy órakor jelentkezünk, addig olvassanak minket a Privátbankár oldalain. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.